Az önkormányzat egyeztetett a város közigazgatási területén szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást végző egyházi és nem állami fenntartókkal, intézményekkel. Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a szociális szolgáltatók összehangolva a feladatot egymást közt megosztva biztosítják a segítséget igénylők számára a szükséges mértékű támogatást munkanapokon 8 és 17 óra között. Az ellátás az ellátott saját költségén történik. A koordinálást az önkormányzat és intézményei, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ végzik. Továbbra is arra kérik az idén 70. életévüket betöltő vagy idősebb nyugdíjas nyíregyháziakat, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Az önkormányzat felhívja annak a több mint 15 ezer fő, ebbe a korcsoportba tartozó szépkorúnak a figyelmét, hogy akinek szüksége van segítségre, például bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, szerdától jelezheti a 20-as körzet 253 5103-as telefonszámon. Az önkormányzat abban az esetben, ha a segítséget kérő nyugdíjas szociális ellátásban, étkeztetésben, házi segítségnyújtásban részesül, akkor jelzést ad annak a szolgáltatónak, aki az ellátást biztosítja. Amennyiben valaki jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül, de segítséget igényel, akkor az önkormányzat, egyeztetve a városi szolgáltatókkal, kijelöli a segítséget nyújtó szolgáltatót. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki egyedül élő, ellátás nélkül maradt szeméről tudomást szerez, a fentebbi számon jelezze. Mostantól a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 974 fő részére a napi egyszeri étkezést folyamatosan biztosítja az önkormányzat. Természetesen a bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeleti ellátásban résztvevő gyermekek étkeztetése a megszokott rendszerint történik. Nyíregyháza megyejugúváros polgármesteri hivatala a nyilvántartásában szereplő valamennyi üzletnek, közel 5000 üzletről van szó, értesítést küld az életbe lépett a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóró kormányrendeletben foglalt korlátozásokról. A kormányrendelet értelmében a vendéglátó üzletben 15 óra után reggel 6 óráig az ott foglalkoztatotta kivételével tilos tartózkodni. A korlátozás nem terjed ki az élelmiszer elvételre történő megrendelésére és átvételére, valamint a vételár megfizetéséhez szükséges időtartamra. Üzletben 15 óra után reggel 6 óráig az ott foglalkoztatotta kivételével tilos tartózkodni. A korlátozás nem terjed ki az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekre. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a fentiek szerint ismertetett üzletben vagy vendéglátó üzletben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodnak, szabálysértést követnek el. A szabálysértés során az üzletben tartózkodó személlyel, vendéggel szemben kerül az eljárás lefolytatásra, mely esetben a pénzbírság legalacsonyabb összege 5000 forint, legmagasabb összege 500 ezer forint. A játszóházakhoz hasonlóan arra kérik a Nyíregyházán működő konditermek üzemeltetőit, hogy fontolják meg azok bezárását vagy a nyitvatartás korlátozását, illetve a szolgáltatásokat egy időben igénybe vevő vendégek számának korlátozását, a kontaktusok számának csökkentése érdekében. Magyarországon a csapvíz kiváló minőségű és biztonságos, a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, melyet a nap során többször és több hivatalos szerv is ellenőriz. A lakásokba érkező csapvíz további óriási előnye, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre áll, és nem szükséges a műanyagpalackos vizek felhalmozása, tárolása. A Nyírségvíz ZRT szolgáltatási területén biztosítani tudja a folyamatos ivóvíz szolgáltatást, valamint a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását. Fontos tudnivaló, a vírus ivóvízzel nem terjed. A Volánbusz ZRT nyíregyházi járatai egyelőre az eddig megszokott menetrend szerint közlekednek. Az autóbuszon továbbra sem lehet jegyet vásárolni, azokat elővételben kell megvásárolni. A fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az utasok a hátsó ajtót, ajtókat vehetik igénybe. Az autóbusz vezetők a lehető leggyakrabban szellőztetik a járműveket és gondoskodnak az ablakok folyamatos nyithatóságáról. A csomagkezelési rend is változik. A járművezető nyitja és zárja a csomagteret, a csomag be- és kivételét az utasok maguk végzik.
A Nemzeti Népegészségügyi Intézmények ajánlásainak megfelelően továbbra is fokozottan takarítják az állomásokat és a járműveket. Az autóbuszokon vírusölőszerrel tisztítják a padlót és a kapaszkodókat. Arra kérnek minden utast a környezetünk, utastársaik iránti felelősségérzettel összhangban, csak akkor használják a volánbusz járatait, ha nem áll fenn náluk koronavírus fertőzés gyanúja. A koronavírus járványra és a veszélyhelyzetre való tekintettel a társaság létrehozta a volánbusz.hu oldalon belül a koronavírus aloldalt, ahol folyamatosan tájékoztatják utasaikat a volánbusz ZRT autóbusz járatait, menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő esetleges változásokról. A polgármester továbbra is arra kér minden nyíregyházi családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, szomszédokat, amiben csak lehet, a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Arra kéri a szülőket, hogy az iskolai távoktatás során a diákok valóban az otthonaikban tanuljanak, ne szervezzenek csoportos programokat. Ugyancsak a társadalmi felelősségvállalás szellemében a játszótereken kerüljék a nagyobb csoportosulásokat. Az önkormányzat ismételten felhívja a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyes higiéné fontosságára és arra, hogy az óvintézkedések betartása közérdek, amiért mindenki személyes felelősséggel is tartozik. A városvezetés által felállított operatív munkacsoport folyamatosan elemzi a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket hoz és tesz azokra javaslatot. Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatják az esetleges változásokról a nyíregyházi lakosságot. Kérik, hogy a hiteles és aktuális információkat kísérjék figyelemmel a koronavírus.gov.hu weboldalon, valamint az önkormányzat által kiadott sajtóközleményekből.